Sziasztok! Most azt fogom megmutatni, hogyan tudtok a játékba saját blokkot adni. Biztos sokan ismertek azt a technikát, hogy hogyan lehet olyan játékos fejet beadni, ami nem regisztrált játékoshoz tartozik. Ugye tulajdonképpen a textúra kódját kell megadni. Ehhez Dragnos csinálta egy programot, ahol feltöltöd a skint, és visszaadja ezt a kódot. A blokknál is hasonló a helyzet, tehát egy kódot kell megadni. Ehhez is van egy program, a leírásban ott van a linkje. Na, mutatom a szintaktikát, tehát lerakunk egy command blockot. Give, aztán ugye a játékos, aztán hogy mit. Na most a blokknak kell adni egy azonosítót is. Hát most nagyon kreatív leszek, lényeg az, hogy kocka. Igen, egy darabot, nulla data, és úgy néz ki, hogy texture, igen, így kettős pont, és utána a kód. Én ezt most kimásolom, előre legyártottam egyet. Kicsit hosszú. Egy. Hát igen, ez is olyan szép, hát nekünk ez értelmezhetetlen. Na, szóval így néz ki. Rakunk rá egy gombot, és itt van, ott van egy kocka. Egy gyönyörű kockánk. És lehet is építkezni. Setblokkal is működik. Juhú! Sziasztok! Nézzünk meg pár egyperces pályát. Igen, oké. Okay. Az első pályát Tuku 26 készítette, és az a címe, hogy a kecske. Akkor indítunk is. Jaj, stopper, indulj már. És nem bírom elindítani. Na, oké. Okay. Akkor most. Egy gomb. Történet. Te csobusa vagy, nem mondod. Épp olvastad az újságot, amikor megláttad egy cikket arról, hogy elraboltak egy kecskét. Feladat, mesbe a kecskét. Megmentem a kecskét. Igen. Jó, elkezdtél keresgélni és leestél. Mi a halál? A bányába nem tudod, hol a kiárat. És azonnal betemetődött a fejem felett. Oké, ne húzzuk az időt. Hát, ha belefér az egy percbe. Futok lefelé. Még lefelé. Ide jó XP. What? Oh. Mi történt? Leütöttek. Ez igen. Hello Csabusa, én vagyok a kecske rabló, és már téged is elkaptalak, muhahahaha, áj, 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 kirakta a cellájába kiszabadító gombot, ami engem is megöl, haha. A kecske rabló meghalt, mesd meg a kecskét, a pincében van a kecske, gyorsan. Ez a kecske. És lejárt, akkor pont a végére értem, ugye? Ájjáj, ez nem kecske, hanem bárány. Mégsem. Feladat, öld meg a bárányt az atomübertáp sétapálcával. Atomübertáp sétapálca. Milyen atomübertáp sétapálcával? Nem kaptam atomübertáp sétapálcát. Kellett volna? És a kézzelőn megtörténik valami? Már csak kíváncsiságból. Köszönöm, kivitted az 5-es párt, készítette Tuku 26. Nem tudom, mi történt. De mi lett a kecskével? Hey! Most mi van a kecskével? Jó, hát akkor ez happy end volt, mindenki jól járt, kivéve a kecske. A következő pályát Penguin Present, igen, az a pingvin, aki kihívott arra a hülye kihívásra, kihívott arra a kihívásra, ez igen. Szóval, a pingvin csinálta, és az a címe, hogy 10 másodperc futás, 10 másodperc futás, igen, az a címe. Hát akkor lássuk. Ő készítette, ott a csatornája. Írjátok minden videója alá az, hogy brokkoli. Történet nincs, szabályok, a sárga utat kövesd. A pályát kijátszotta Csabusa. Már kijátszottam? Hát akkor el se indulok. Hát van elrejtve valami, de nincs. Ó, köszönöm, kivitted. Nyereményed tapasztalat. Az igen. Látványosabb lett volna, ha előre nézek. Még egyszer. Tyú. Jó, hát ez bőven belefért. Még van 20 másodperc. Hát, mit csináljunk addig?
Öljünk állatokat! A következő pályát Enderman Fighter készítette, és az a címe, hogy vigyázz két Redstone, hojjoj! Akkor start... És már megint nem indítottam el, most jó! Szia Csabusa, a pályát Enderman Fighter készítette. Ez a második pályám, itt kisebb Redstone feladványok lesznek, mindent beírtam helyetted. Ja, akkor nagyon nehéz lesz. A pályát kivihette egy perc alatt, sok sikert! Persze, hogy kiviheted a kívülről, tudod. Zárva van az ajtó, vezessem oda a Redstone-t. Nem is ér el odáig. Nem írta, hogy kiüthetek, nem üthetek. Hát akkor kiütök. Vicces lesz, nem hiszem, hogy belefér. Aha. Aha. Jó, hát igen, ez ilyen gondolkodós, tek. Ez itt most tök fölöslegesen van, gondolom ezt, vagy nem kéne kiütni. Amit leraktam, azt csak kiüthetem. Ke, már lejárték. Oda is kéne valami, ahhoz kéne ezt kiütni. Mert különben nincs elég cucc. Mondjuk ha kiüthetem, akkor már erre vezetem el, hogy legyen elég cuccom. Ezt most én itt hagytam, vagy... Na mindegy. Esetleg kellene... Redstone cuccok, tudipán, fontos. Siess. Ah, és a végén ott lesz a pont. Jó, már úgyis lejárt akkor. Szóval a végén ott lesz, hogy ne nézegesd, meg siess, meg ilyesmi, amit szoktatok. Mondtam, siess, oha! Hát jó, akkor én itt redstone-ozok magamnak. Á. Ez se küld elég erős jelet. De nem is tudok bele annyi cuccot pakolni. Így. Akkor belepakolunk mindent. Ja, de okos vagyok. Oké. Okay. Ezt most nem látta senki. Igen, oké. Okay. Fél. Köszi, hogy kijátszottad a pályámat, mivel az előző pályámon nem látszott valamiért a fejem, ezen megépítettem. Utalmét kattints el a szövegre. Ott a feje. Megöl. A következő pályát Kristovok 123 készítette, és az a címe, hogy nem találok ki egyedi nevet. Pedig ez is egyedi. Na most sikerül elsőre elindítani a stoppert? Igen, sikerült. Ó, sötét van, muszáj fölkapcsolni a lámpát, hogy lássatok valamit. Nem title. Jó, újra fogom indítani az órát. Jó, így láttok is valamit. Jó, akkor most állj, állj, azt mondtam állj. És újraindítom, oké. A pályán lesz két easter egg. Történet, menj már! Ez a pálya is csak egy pálya, sok közül, amiben összesülítek mindent, sajnos három próba lesz út közben. Bátorság próba, szóló kő van alatta. Oh, barrier. Ott volt valami tábla, na mindegy, siessünk. Az egyik út tovább, visz a másik biztos halálba. Melyik a helyes? Te át. De hát látszik is. Jól választottál. Egyébként tudtam volna magamtól is, nem tudtam meg, nehogy elkezdjétek. Utolsó próba. Bánsd a malacot. Nem kell megölni. Hány iszereget találtál? Nulla figyelmetlen, egy siettél, kettő egyszer elszúrtad, emiatt nem fért bele az egy percbe. Még egyszer.
Egyébként lejárt. Tehát 2 egyenlő, egyszer elszúrtad, emiatt nem fért bele az 1 percbe. Ja, vágom. Hogyha valamit elrontok, akkor van ott a easter egg. Oké, kicsit gyors vagyok. De akkor ezek szerint most ennyi? Ha már easter egget kérdez. Ott láttam valami táblát. Na jó, visszamegyek, megnézem. Mindet. Ezt hogy lehet elszúrni? Easter egg. Jó. A mai utolsó pályát Ádám készítette, és az a cím, hogy 1 perc command block. És el is indulok. Kezdés, feladat, indítás. Talán a feladattal kezdem. Történet nincs, szabályok nincsenek, mert nincs rá idő. Feladatot írd a command blockba. Hát ez csak kreatívan lehet. A megfelelő parancsot, hogy kinyíljon az ajtó. Kezdés. Üdvözöllek az 1 perc command block nevezett pályámon. Ja, azt hittem, hogy a pályát kezdi. Nem. Megtévesztő. Kulcslavak 271 4 661. Nem is tudok belenézni. Ennyi. Fail. Ezeket nem tudom beérni. Mert csinált kreatív. Benne semmi. Nem értem a kulcsszavakat. 271 4 661 block per red. Ja. Aha. Gondolom rakjak oda redstone blokkot. A 271. Ja, lejárt. Ez ilyen logikai pályák nem valók. És rákatítottam véletlenül a reklámra. Szóval a logikai pályák azok nem valók egy percesnek, mert azokon gondolkodni kell. És az idő. Most csak röviden írom. Na. Jól írtam. Nem jött be. Remélem nem rontottam el semmit. Nem mindegy, oda teleportálok, kíváncsi vagyok. Aha. Nézelődtem a pályán, de nem jöttem rá. Szerintem az ajtó melletti blokkra kellett volna, tehát ajtó melletti blokkra kellett volna hivatkozni, csak gondolom elírta a koordinátát, vagy én nem fejtettem meg, hogy mik azok a kulcsszavak. Hát mindegy, sajnos. Egyébként is csak kreatívan lehet a command blockot szerkeszteni, tehát sajnos nem gondoltál át eléggé. Esetleg azt tudom javasolni, hogy a játékosnak ad command blockokat, olyat még nem csináltam, amikben már megvan a parancs, és a játékosnak kell jó helyre lerakni a command blockokat. A jó command blokkokat a jó helyre. És akkor úgy el tudom képzelni, mert így szerkeszteni azt nem lehet, csak kreatívban. Ez pedig nem az igazi. Jó, akkor milyen pályák is voltak, várjál? Talán a kecskés lesz a kedvenc. Igen, a 10 másodperces futás az olyan kreatív volt. Jó, a frappáns mindenképpen. Ja, szerintem a kecskéset választom. Én azt választom. Írjátok meg, hogy ti melyiket. Egyébként itt is össze kellett volna valamit rakni. Meg kellett volna gyújtani a kandallót. És aztán ide teleportált volna. Köszönjük, kijátszottad. Csak hát nem tudok vele játszani sajnos. A kézikönyv hovjam.